Az ünnepi műsor nyitányaként a Bartók Béla kamarakórus énekelte el a 191 évvel ezelőtt született himnuszt, melyet Erkel Ferenc zenésített meg 1844-ben. A város ünneplő közönségét Szalai Ferenc polgármester köszöntötte, aki elsőként az 5 évvel ezelőtti és a mai viszonyok között vont párhuzamot. 5 évvel ezelőtt mondtam itt, ugyanebben a házban, ugyanebben a teremben, hogy történjen bármi, a jelző az volt, hogy ha a fene fenét eszik, akkor is. Történjen bármi, az oktatás és a kultúra ebben a városban nem szenvedhet anyagiakban, nem szenvedhet elfogadottságban és elismerésben. Mondtam ezt akkor azért, mert a város testülete is hasonlóképpen gondolkodott, és úgy éreztük, hogy a város is hasonlóképpen látja. Mert lehet azon vitatkozni, hogy kell-e megfelelő mennyiségű forrás az oktatásra, a kultúrára vagy éppen a sportra, de akkor ki biztosítja gyermekeink jövőjét, hogyan őrizzük meg hagyományainkat, hogyan fogunk értéket teremteni, és mi fogja a szolnokiságot erősíteni, folytatta Szalai Ferenc. A polgármester szerint a nehézségek ellenére sikerült a vállalásokhoz tartania magát a városnak. Volt idő, amikor nehezebb volt előteremteni, aztán volt idő, amikor még nehezebb volt előteremteni, aztán még nehezebb. Most egy picit tán könnyebb lesz. Van egy olyan intézkedés, ami az önkormányzatok adósságának átvállalásáról szól, Szolnok városában is így történt. Azért kell, hogy ezt elmondjam, hogy köszönetet mondjak innen, miniszteri biztos úron keresztül, államtitkárasszonyon keresztül, annak a parlamentnek, aki segített abban, hogy Szolnok város a forrásait hatékonyabban, jobban tudja felhasználni, mint ahogy tett eddig, mert több marad sok területre, így a kultúrára, és így az oktatásra is. A kultúra munkásai előtt tisztelegve alapították a Kaposvári Gyula díjat, melyben a 2005-ben életre hívott Jubiláte egyházi kórus alapítója és vezetője Kómár István részesült. Ugyancsak kulturális díjat vehetett át több évtizedes kimagasló tevékenységéért Simon Gyula, a Tisza Táncegyüttes művészeti vezetője. Pedagógiai díjat kapott főként a hátrányos helyzetű diákok neveléséért, oktatásáért Berényi Andrásné, a dr. Hegedűs T. András szakközépiskola tanára, illetve szakmai eredményeik a város ifjúságáért, az oktatás helyi értékeinek erősítéséért végzett, kiemelkedő színvonalú pedagógiai munkájuk elismeréseképpen a Boldogasszony tanító nővérei Gertner Julianna, Babály Aranka és Hajdú Dalma. Szintén méltónak bizonyult a város kitüntetésére Borosné Szlávik Mária, a Versegi Ferenc gimnázium egyik legképzettebb, legsokoldalúbb, legsikeresebb tanára. Kovácsné Berta Margit, a Szent Györgyi Albert általános iskola alsó és felső tagozatos művészeti munkaközösség vezetője. Átvehette a pedagógiai díjat Kővágó Györgyné, a Szolnoki Műszaki Szakközépiskola építészeti faipari tagintézményének vezetője, testnevelés szakos középiskolai tanár. Molnárné Büttner Mária, aki 2013. június 30-án fejezte be pedagógus pályafutását a Varga Katalin gimnáziumban, ahol 20 évig dolgozott, valamint Táncos Mihályné, aki munkáját rendkívül körültekintően nagy szakmai, módszertani megalapozottsággal végzi 34 éve a Munkácsi úti óvodában. A kiemelkedő tudományos teljesítményt elérőknek ítélik oda a Laki Kálmán díjat, melyet idén dr. Bagi Gábor történész, muzeológus, megyénk történeti kutatásának területén elért tudományos eredményeinek elismeréseképpen érdemelt ki. Példamutató pályafutásukért, szakmai tudásukért, felkészültségükért idén is ketten kapták meg a Szolnokváros sportjáért díjat. Hegedűs Mária Viktória, akinek eddigi egész életét kitöltötte valamilyen formában a kosárlabda, és Kővári Lászlóné, aki mind a mai napig töretlen lendülettel szervezi a város diák és szabadidő sportját. A Szolnokért emlékérem aranyfokozatát kapta Földi István séf, a magyar konyha legnevesebb európai hírvivőinek tagja, Hunya Zoltán numizmatikus, a szolnoki éremalkotó műhely alapítója, míg bronz fokozatú elismerésben részesült Egedi Sándorné, az Abanovák Kulturális Központ immár nyugdíjas titkárság vezetője. Hagyományosan a Magyar Kultúra Napja alkalmából adják át a 2000-ben alapított Rotary Mecénás díjat. Az elismerést idén Fazekas Magdolnának ítélték oda. A szolnoki művésztelep kiemelkedő alkotója, elhunyt férje, Meggyes László festőművész hagyatékából a közjót szolgálva 20 festményt ajándékozott a Damjanich János Múzeumnak.
Átadták az év kutatóhelye díjat is, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár érdemelt ki a család kutatóknak nyújtott szakszerű segítségért, amely gyors kiszolgálással és emberséges hozzáállással párosul. A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepség a Jásság Népi Együttes Tiszta Szívből című nagy sikert aratott műsorával zárult.